Közellemség. Ó, miért adna valaki valamit, aminek nincs szaga és nem is ehető? Hát totálisan meg lennék sértve. Kikérem más véleményét. Mi ez? Ajándék Marinette-nek. Születésnapi bulit rendezünk neki. Marinette? A lány, aki megnyerte a divatversenyedet. Az ő munkája az a kalap, ami rajtam volt. Fantasztikus lány. Mindig segít másokon. Nem engedélyeztem, hogy bárkinek a mulatságába elmenj. Légy szíves, apa. Én is Marinette barátai közé tartozom. Nem bánom. Köszönöm, apa. Nálam van a szerencse talizmán, amit adtál. És tök jól működik. Szóval, mi lenne, ha... Úgy volt, hogy megvéded Adrian Marinette-től. Mert hogy ő rossz hatással van rá. Megértettem. Úgy mostantól kard ki kard. Mindent meg fogok tenni, hogy ellened fordítsam a barátaidat, és lecsapjam a kezedről Adrient. Azt majd meglátjuk, Laila. Sok sikert! Kicsit tovább tart, mint gondoltam. Megértettem, de nem fog csalódni bennem. És mi lesz a megállapodásunkkal? A szavamat adtam, és meg is tartom. Túlhajszolja magát. Most nincs időm pihenni, Natalie. Személyesen ismerem Japán legjobb manga kiadóját. Szólhatok pár szót az érdekedben, ha szeretnéd. Ez a hazug kis liba! Túl kéne lépned rajta, ez nem tesz jót. Kijavítottam a próbavizsgáitokat. A többségük jól sikerült, néhány jobb lett, mint vártam. De előtte még láthatnám a táskát tartalmát, Marinette. Valamit ellenőriznem kell. Ma reggel egy névtelen üzenet várt a postaládámban, miszerint elloptad tőlem a vizsgakérdéseket. És úgy tűnik, hogy a névtelen üzenet igaz volt. De hát ez butaság! Valaki beledughatta a papírt a táskámba! A te dolgozatod teljesen hibátlan. Az király! Azért, mert jól felkészültem rá! Miss Busztyi, Marinette mindig jól teljesít önnél! Ez a viselkedés nem van rád, Marinette! Azt hittem, korrekt vagy! Hát persze! Te dugtad a táskámba a papírt, és te üzentél a tanárnőnek! Én a védelmedre kelek, és erre te megvádolsz! Bizonyíték nélkül nem illik megvádolni valakit. Pedig ő volt! Mind a két esetben! Ez valószínűtlen, mivel Laila érte el a leggyengébb eredményt. Jó, és akarattal is elbukhatta a vizsgát! Elnézést, tanárnő, de tudjuk, hogy Marinette nem az a csalófajta. Ez igaz. Tényleg igaz? Bosszantó, de ismeri őt, nincs rá szüksége. Marinette, Laila mindketten felmentek az igazgatói irodába, amíg a végére járunk ennek. Mondtam, hogy pokollá teszem az életedet, Marinette. Ebből mász ki valahogyan, ha tudsz. Engem nem húzol csőbe, Laila. Azt hiszed, már behúztalak. Hová mész? Mutatok valamit. Figyelj! A lábam! Mi folyik ide, kérdezik? Az átok, Marinette, lejökött engem a lépcsőn! Az irodámba! Csak nem hiszik el, hogy tényleg megtettem. Nem értem, hogy miért gyűlöl így, Marinette. Én a barátja akartam lenni, de hazugnak nevez. Ellenem akarja fordítani a többieket, most meg lelökött a lépcsőn. Ez mind hazugság! Folytasd, Laila! A nagymamámtól kaptam egy rókafarkas nyakláncot, és elvette! Azt mondod, hogy elloptam? Hazugság! Nem szoktam lopkodni! A lányom nem tolvaj! Miért kéne hinnünk neked? Bizonyíték nélkül vádaskodsz! Van! Bizonyítékom! Nyisd ki a szekrényedet! A nagyi nyaklánca! Laila be akar mártani! Ez az egész egy szemen szedett hazugság! Te tudod, hogy Laila hazudik, igaz, Adrien? Igazgató úr, szerintem... Marinette Dupin-cseink, eltalácsollak az iskolától! Köszönöm, Laila Rossi!
Ezért tényleg érdemes volt várni. Marinette megszígyenülése negatív energiák egész áradatát indította el. A csalódottság és a fájdalom mértéke a legszebb álmaimat is fölülmúlja. Felkészültél, Natalie? Szolgálatodra. Katalista, tölts fel engem az erőddel, hogy újra skarlát szárnyá változhassak. Tiéd az erőm, mostantól ismét skarlát szárny vagy. Hála neked, a kumák egész seregét indíthatom útnak. Szálljátok, kis akumáim! Marinette és barátai csak a sötét érintésetekre várnak! Bírónő és Justícia, skarlátszárny vagyok. Ha nincs igazság, akkor én felhatalmazlak mindkettőtöket, hogy leplezzétek le a valódi bűnöst. Ti pedig hűséges csatlósok, akiknek csalódniuk kellett a hitünkben. Köszöntelek újra itthon. Rajta. Hozzátok el Katica és Fekete Macs katalizmányát. Mi a baj? Semmi, nincs semmi baj. Sötét szájú! Egy hajszálom múlt, arra készültél, hogy átadd a talizmánt Halálfejnek. És akkor Katicának lőttek durva. Ezt nem engedhetjük meg. Layla és Halálfej ezért megfizet, erre megesküszöm. Bárcsak Alia segíthetne. Alia nem változott át az iskolában, ami azt jelenti, hogy ő még bízik benned. Hívd fel! Igen! Menjünk sorjában. Megvádolnak, hogy elloptad a vizsgakérdéseket, és a kérdéslistát tényleg a te táskádban találják meg. Aztán megvádolnak, hogy lelökted Lailát a lépcsőn, szemtanú nincs, mindenki csak azt látja, hogy Laila a lépcső alján nyöszörög. Aztán az a vádér, hogy elloptad Laila nyaklászát, amit a te szekrényedben fedeznek fel. Indítékod is van, első naptól kezdve gyűlölöd Lailát, mert ugyanúgy szerelmes Adrianben, mint te. Köszi a támogatást, ez nagyon jól esett. A legjobb Barin vagy, Marinette. Én hiszek neked, de a bizonyítékok ellened szólnak. Szerencsére a világ legjobb riporterét az igazságbátyja hagyja. Bebizonyítom, hogy ártatlan vagy. Jó, köszike. Szóval, megvizsgálom a nyomokat, és ha jól gondoltuk, akkor el fognak vezetni minket... Lailához. Nem, a bűnöshöz vezetnek el. Ha rögtön Lailára gyanakszol, lehet, hogy pont a bűnös ússza meg. Igaz. Bárki tette a szekrényedbe a láncot, biztos hagyott új lenyomatokat. Már is megyek és begyűjtöm őket. Marinette, beszélhetnénk veled? Később nálatok találkozunk. Figyelj, drágám, ez az ügy túl bonyolultá vált, és amíg keresünk neked egy másik iskolát, addig úgy a legjobb, ha a pékségben dolgozol mellettünk. De mondom, hogy nem loptam el semmit. Ha itt dolgozom, akkor hogyan bizonyítsam be, hogy ártatlan vagyok? Jó lesz a pékségben. Meglátod. Sok pihenésre van szüksége, Mr. Agreste. Hogyne, doktornő. Még mindig kihasználhatod a káoszt, amit Laila Rossi kavart nekünk. Nélküle céltalan lenne. Igaz. Akkor már is. Katalista is majra nyugovóra tér. Mondtam, hogy a sérült talizmán nagy veszélyeket hordoz a használójának. A sebei elkezdtek átterjedni rád. Nem félek tőlük. Segíteni akarok. Túl nagy az ára. Tudom, mert egyszer megfizettem. Gibriel megtiltotta, hogy használjanak, de az erőddel megteremtek egy új szörnyeteget, amely hatalmasabb az összes eddiginél. Ne! Ezt nem teheted! Pihenned kéne! Gabrielnek szüksége van a talizmánokra, és én fogom megszerezni neki. Oh, ez olyan romantikus! Dusú! Tárd ki a szárnyamat!
Szállj el, gyönyörű álmokom! Ölcsön testet a gólemen! Katica, az én nevem Majora. Te vagy Fekete Macska partnere, és egy cél hajt! Megszerezni a talizmánokat. Igenis, Majora! Ahogy mondtam, a szögeken múlik minden, látod? Visszahajtod? Nem a felétől, hanem a kétharmadától, és... Felvehetném! Még nem fejeztem be a mai tanítást. Itt Marinette tűzíz! Figyi, az a helyzet, hogy egyelőre nincs jó hírem. Se új lenyomat, se bizonyíték. Bárki csinálta, alapos volt. Ne haragudj, majd hívlak. Látja csemeg élőben a diadaléptől, ahol Katica összecsapott egy új szuperkona szemővel. A nevem Majora, és mindjárt megsemmisítem Katicát. És mond, az úrnőd már vár, nem igaz? Katicával egy csapat vagyunk. Segítünk Marinetten, de előbb Black, karmogat ki! Itt a felmentő macska! Megsérültél. Úrnőm, ne! Katica valami pávamaskarás boszorkánnyal harcol a diadalívnél. Fekete macska bele van már? Az a pávás nő biztosan Majora lesz. Tudni, hogy ez egy csapda. Oda kell mennem, mielőtt macska belesétál. De ügyetlen vagyok! Megyek átöltözni, jó? Ugyan minek? Milyen pék az, akinek sosem lesz lisztes az arca? Díszítsd fel ezeket a süteményeket, és majd utána átöltözöl. Minden rendben van? Miattam, ne aggódj! Vedd üldözőben Majorát! Nem érzem jól magam, macska. Az öltözékednek szinte sebezhetetlenné kéne tennie. Nem gyanakszik a bolond. Vedd le a varázserejű gyűrűjét, mielőtt az igazi Katica ideér. Légy szíves, ne hagyj el! Várj, szóval ne üldözzem! Egészen idáig elrejtettem előled, hogy mit érzek irántad. De már nem akarom rejteni. De azt mondtad, hogy más fiút szeretsz. Vele végeztem. Lassan megértettem, hogy te vagy az igazi. Nem utasítalak vissza többé. Te mindig szerettél engem. Én pedig végre felismertem. Nem játszom előtted többé. Gyerünk! Macska, megint kevered a fantáziát a valósággal! Te nem Katica vagy! De! Ő a csaló! Megvezetett téged! Megmondom neked, hogy én más szeretek! Hallgass a szívedre! Frászt, az eszedre hallgass! Te déli báb vagy! Nem, én az igazi vagyok! Behalok! Kettő van belőled! Ő biztos Katica egyik rajongója, akit halálfej megárkozott! Be akar csapni! Úrnőm, várj! Le kell győznünk! Később ápolhatsz! Az úrnőm is ezt mondaná! Nem hiszem el, hogy valira vett! Na jól van, ügyes voltál, én vagyok a csaló, de arról ne is álmodj, hogy elporlaszthatod a fülbevalómat! Mi? De hát miért? Fogadjuk! Kapd el, fekete macska! Macska jaj! Ne nyúlj hozzá! Üdvözlet, Majora! Majora? De... elképesztően életű! Nem mindaz, aminek elsőre látszik, cicák! Ez a Katica nem egy hasonmás, de nem is egy déli báb! Nem bizony, ő egy gólem! Mennyivel fejlettebb, mint az összes korábbi gólem? Olyan tökéletes, nincs benne semmi hiba vagy gonoszság! Hát, több eszed lehetett volna! Jól tudod, hogy nem vagyok tökéletes! Nem probléma, én így szeretlek! Kerítsük elő az álmokot! Látod, mi van a kezében? Tedd a dolgodat, szerezd meg a talizmánokat, kerül, ami bekerül! Gólem talizmán! Igen, ezt figyeld! Szerencse talizmán! Most már biztos, hogy te vagy az igazi.
Valaki segítse, beragadtam! Natalie! Miért nem viasztottál, Nulu? Nem tudtam rávenni magam, Gustav. Olyan békésen aludtál. Nagy ura, ki van készül, de most végleg elkaphatjuk. És benézhetünk a maszka mögé. Fogd be a füledet! Most mi van? Igaz. Nincs benne semmi gonoszság. A gólem a tárgy birtokosának engedelmeskedik, nincs más választása. Tessék, gólem, szabad vagy, én nem utasítalak. Kérlek, hogy segíts megszerezni Majora talizmányát. Köszönöm, Katica, segítek neked. Na, ez már valami. Lehetne a nevünk a Fekete Macska és a Katicák. Legyen inkább Katicák és a Kisztica, mit szóltok? Ahogy akarod, Katica. Én nem nyerhetek. Te Nimber! Bánkódtok egy szörnyetek miatt? Szánalmas! Haladelj! Te vagy a szörnyetek! Azt mondod? Rendben van, tegyünk egy próbát! Hiányoztál én arc! Ugye szabad, ha én arcnak szólítunk? Akkor tréfálkozz, ha megfosztottalak a gyűrűtől! Fekete macska, fedezd! Csak neked, Katica! Ne! Macska, jaj! Ügyes vagy, cicus! Most már csak el kell vennem Majora talizmányát, és már is mattot kaptok, halálfej! Adjátok fel! Tévedés, nincs más dolgom, mint várni, amíg szerte foszlik az erőtök, és visszaváltoztok gyerekké, akiket nem jelent kihívást legyőzni. Engedd el! Engedd el te! Ne félts engem! Ne hallgass rá! Majora a kezedben volt, én pedig talpra estem volna. Miért csináltad ezt? Mert kell mellém egy fekete macska. Katica egyedül nem hangzik olyan jól, nem? Nem kéne ilyeneket mondanod nekem. Bocs, de Katica szíve már valaki másé, emlékszel? Tényleg több eszem lehetne. Csodálatos Katica bogár! Úgy tűnik, még a te varázslatod sem tudja őt visszahozni. Látod, mi szörnyű ereje van a pálvának, ha rosszra használják? Még borzasztóbb, mint a pillangói. Engedetlen voltál, Natalie, és feleslegesen kockáztatott magad. Az ötleted zseniális volt, de a talizmán nélkül is nagy hasznomra lehetsz. Majora másban is segíthetne neked. Megvelni az őrzőt. Meglátjuk, hogy alakul. Ha újra szükséged lesz Majorára, rám számíthatsz. Köszönöm. Oh, Adriano, come sta? Remekül, köszi Giuseppe. Laila? Ismeritek egymást? Oh. Mamma mia, ez a lány a múzsák királynője. Beutazta a fél világot, ismeri az összes hírességet, és olasz vérű, akár csak én. Ugye ellett jó tanácsokkal, Adrian? Még kezdő vagyok a modell szakmában. Magunkra hagynátok néhány percre. Si. Figyelmeztettelek téged, de nem hallgattál rám. Ritka undorító volt, amit Marinettel tettél. Hogy én? Mit tettem én vele? Ő volt az, nem aki... tudom bizonyítani, hogy hazudtál, de ha ilyen jól megy, akkor találj ki valami ürügyet, amivel mindenkit meggyőzöl és bebizonyítod Marinett ártatlanságát. És mégis miért tenném meg? Mert tudtommal barátok vagyunk. A betegségem miatt néha olyanokat mondok, ami nem igaz. Hidd el, úgy sajnálom Marinett. Örülök, hogy őszinte volt, Laila. Köszönöm. Marinett, természetesen holnap téged is várunk a tanításra. Az emberek tudhatnák, hogy nem minden az, aminek elsőre látszik.
Szóval, Laila, nem tudom, hogy miért indítottad el ezt a lavinát, hogy aztán egy másik hazugsággal mindent jóvá tégy, de örülök, hogy képes vagy helyesen cselekedni. Néha. Hát igen, jól mondtad, nem minden az, aminek elsőre látszik. Mindig tudtam, hogy a lányom nem lehet bűnös. Ők nem az osztálytársaid? Hamarosan kiszállunk Adrien Agrest legújabb fotózására, ahol a végtelenül bájos Laila kisasszonnyal készítünk interjút. Örülök, hogy Laila betegsége nem akadályozza az álmait.